Sláger reggel. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.9. Sláger FM. 6 óra 8 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, most már itt vagyunk élőben. Szia, Piros! Szia, hello! És jó reggelt a hallgatóknak. Nagyon hideg volt ma. Hát bizony jött a kapargatás, bár én nem kapargattam, megvártam. Te kapargattál? Ja, neked garázsban nekem van áll. Olyan szerencsém, hogy garázsban állok, és ott nagyjából ilyen 8-10 fokra szoktunk fűteni, és amikor kiállok, akkor így látom, hogy a autónak a hőmérője, ja, az így megy lefelé. És meddig ment? -2°. Ennyit mondtak, igen, előrejelzésben, hogy tudtam, hogy cidris egy reggel lesz, úgyhogy kesztyű, sapka, minden volt rajta, mert azért beülni a hideg autóba még úgy is. És az akkor ember bekapcsoltad a fűtés, és megvártad, és csak akkor indultál, nem kapargat. Nem, egyszerűen nem kapcsoltam, tehát így gondolkoztam, hogy volt valahol kaparom, de nem emlékszem, hogy hol, nem ebben az autóban. Ugye amikor autót cseréltem, mindent kivettem, mert hogy ebbe tényleg alig fér el egy vonalzó. És vonalzó, igen, pont kisebben. Az jó lett volna, de vonalzó nincs nálam. Piknik takaró, igen, meg nyári gumilabda az is, de egyiket sem tartottam alkalmasnak arra, hogy én azért lekapirgáljak bármit. Ezért jók a régi autók, mert abban még van kazettás magnós. A kazettának a tokjával, de egyébként egy CD tok is megteszi. Nincsen CD lejátszó az autóban, úgyhogy nem tudok a CD. A francba ezekkel a modern eszközökkel. De mindegy, ott jó pendrive, amire lekaparod. Ott ücsörögtem, és akkor gondolkoztam, hogy mindegy, most már megvárom, majd előbb-utóbb. Ez biztos gyorsan lefüti, és tényleg gyorsan lefütött, úgyhogy nem szólhatok egy szót sem, de a hallgatóinkat, akik most ébrednek, két dologra kell felhívjuk az ő figyelmüket. Ha még most föltekintenek az égre, akkor nagyon szép dolgokat láthatnak. A Vénuszt a Jupiterrel, a Holdtól jobbra is található valami. Van összefüggés? Tehát, hogy azért van ennyire hideg, mert hogy ilyen tiszta az ég, és látszik a Mars, meg a Vénusz. Nem, azért látszik, mert tiszta az ég. De ja, úgy egyébként nincs összefüggés, hogy azért van ilyen hideg, mert ők közel nyomulnak egymáshoz. Szóval az van, hogy a Hold mellett ott van a Mars, ami most látható is. Igen. Szokott az máskor is látható lenni, csak ugye most közel vannak, és ez a nagy dolog. És ha van még a Jupiter, meg a Vénusz, az meg egyből a horizont fölött van, tehát egy kicsivel kell csak felfelé nézni. Igen, innen a 7-ről már jól látjuk, én otthon nem láttam, úgyhogy ki kell állni, hogyha mennek valahova, akkor próbáljanak valami téren így körülnézni. Most még fél hétig ezt így megtehetik. Aztán volt már egyébként korábban ilyen, azt olvastam, hogy a Vénusz meg a Jupiter nagyon közel látszott egymáshoz, és ha most elszaladják, ne aggódjanak, 2065-ben újra megnézhetik. Persze, pár év csak, és újra megnézhetjük őket. Tudjuk gyorsan számolni? Hát kevesebb, mint 60 vagy 50 év van addig. Hát simán, sima liba. Hány éves vagyok? Vénységes vén leszek, már egy fogom se lesz. Kapargatták-e a jeget ma reggel, vagy megvárták, mint ahogy Piros tette a leolvadás? 0630 30 30 103. Sláger reggel. 6 óra 15 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, és ahogy már korábban mondtuk, hát nincs túlságosan meleg, -2 volt a legkisebb, amit mértem, tehát elképzelhető, hogy csúsznak az utak, sőt, biztos vagy benne, hogy van olyan hely, ahol csúsznak az utak, de hogy amúgy mit tapasztalunk ebben a sötétben, azt elmondja nekünk a magasból Turbo Tomi. Emelkedjen felül a közlekedési helyzeten! A slágerkopter felszáll, jönnek a legfrissebb infók az utakról, felülnézetből. Gyönyörű szép szerda reggelt kívánok, ha először is, hogy mit tapasztalunk, hideget jelentem szent is. 3:45-kor, amikor még kocsival szerzem át a várost, annyira kevesen voltak, hogy úgy tűnt, mint hogyha az ébresztőórák is lefagytak volna, hát most már ezért kezdenek magukhoz térni. Aki még a konyhában van, és csak most kapcsolódott be, és nem nézett még ki az ablakon, annak finoman üzeném, hogy húzzon bele, hajtsa fel a kávét, és számoljon rá egy 5 perc plusz az indulásra, ugyanis, ahogy Csabiék már elmondták, minden szépen le van fagyva, lehet kaparni az ablakot, és jó kilátást lehet nyerni vele. Ma egy kicsit még óvatosabban vezessenek, legyenek ügyesek, ne kelljen balesetről beszámolnom. Jó reggelt! Hamarosan újra felszáll a slágerkopter. Addig is a fontos közlekedési információit írja meg a 0630 30 30 103-as számra. Valaki azt írja, hogy neki nem kell kapargatnia az autójáról a jeget, mert hogy a sofőrön megteszi helyettem, még ajtót is nyit. Ugyanis BKV-val utazom. Ébresztőnek itt van a Mol Sapiens és a Menetelő, 6 óra 16-kor a slágerem. Sláger reggel. Abaházi Csabával, Vágó Pirossal és a legnagyobb slágerekkel változatosan. 6 óra 22 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát finoman szeretnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy nincs meleg.
közben meg kutya hideg van. De gyönyörű az ég, gyönyörű a reggel. Olyan színek vannak, ugye, amikor borult az idő, nem látjuk ezeket a kékeket. Nem látod azt, ahogy a kékek egyik a sötétből átmegy a világosba, aztán az ég alján megjelenik a narancssárgás csík. Egész egyszerűen szerintem ez ilyenkor, jó, tudom, benned, hogy korán van. Ezt szeretem benned, hogy mindig mindenben van pozitív. Hát de rohadt hideg van. Jó, hideg. De hát figyelj, vagy hideg van, és látjuk az eget meg a csillagokat, vagy nincs annyira hideg, viszont ilyen szürke, hülye idő van. Emlékszel arra a pillanatra, vagy azokra a napokra, amikor nyár volt, meleg volt már reggel, világos, és ugyanilyen szép volt az égnek az alja? Emlékszem, mert nem szerettem. Ja, igen, te idegrajongó vagy. Laci azt írja, hogy reggel kapartam a 17. kerületben, -4 fok volt. És tényleg ilyenkor döbbenünk rá, hogy úristen, az autóba be kell tennünk jégkaparót, jégoldót, lassan már a hó lesöpréséhez valami sepp. Hát, tényleg jó, hogy mondod. Na, mert azt azért plastik bármivel... Na, de hogyha nincs nálunk semmiféle eszköz, akkor mi van? Erre ad nekünk tippet Bori. Jó reggelt, igen. Bori. Jó reggelt, sziasztok. Szia. Te is kapargattál ma reggel? Igen, de én már régi motoros vagyok, úgyhogy nekünk 2 jégkaparó van a kocsiba. Nekem is 2 volt. Mi a másik az enyém. Igen, nekem is 2 volt, ami ki nem került az autócserénél, úgyhogy ezt ismerem, csak akkor, amikor így először szembesülsz fel, hogy aha, akkor most hol is van? Igen. Hát akkor plastikkártya. Plastikkártya. Valaki írja egyébként, hogy ő egy ilyen plastikkártyával próbálta. Bevásárlóhely ajándékkártyájával. De aztán eltört neki. Igen, teljesen mindegy, hogy abban kártyát próbálkozzál. És mennyi ideig tartott a plastikkártyával való vakarászás? Mert azért ez inkább vakarászás. Hát igen, hát ez mondjuk ez macerász is, ez sokáig tart. Mert nálunk például Csepelen pont le volt fagyva teljesen az autó, úgyhogy mi most küzdöttünk vele rendesen, és jégoldó még nekünk sincs bent az autóba. Igen. De mondom, nekünk 2 kaparónk van, és amikor még nem volt, akkor mi a plastik kártyával próbálkoztunk. Amit mondtatok ti is, hogy vagy kazettás magnó, vagy CD-lemez. Igen, ezek jól működnek. Most már plastik kártya. Figyelj, és a hívről is te kapartad, de már úgy hallom, hogy vagy héven vagy, vagy metrón. Igen, héven vagyok, nem. Kinyitották az ajtót. Helyes. Na jó, akkor szólj a sofőrödnek, hogy siessen, hogy időben odaér. Köszönjük szépen, hogy velünk vagy. Jó utat, jó munkát. Szia! Neked is szia. Ez a Sláger reggel. 6 óra 41 perc van. Szép jó napot kívánok mindenkinek. Szép jó reggelt. Az van, hogy általában kutyatámadásokra szoktak beszámolni, tehát amikor állat öl, vagy esetleg sérül meg valami ember, akkor legtöbbször kutya van a tettek mögött, vagy a háttérben. Persze volt már szamár, volt már ló, egzotikusabb helyeken lehet esetleg tigris, vagy bármilyen vadállat. De most olvastam, hogy egy gyilkossági kísérletben az első számú gyanúsított egy cica. Ez még viccnek is jó. Egy általad nagyon kedvelt murgi-murgi, vagy miket szoktál mondani a macskákra? Murgi-murgi, pirgi-purgi, mindenféle, igen. Na, egy macska. A rendőrség egy kóbor macskát azonosított. Tehát, hogy csak nem is saját macska, aki valamire megsértődött. Hanem volt egy idős japán, vagy van egy japán nő, idős nő, azt hiszem 82 éves, és hát egy véres arccal találtak rá az otthonában, és persze elkezdtek nyomozni, kutatni, hogy mi történhetett, és leginkább a gyanúsított egy cica. Tehát miután nem találtak semmilyen más nyomot, látható volt, hogy az ajtót nem feszítették föl, az árat nem szedték szét, ezért csak arra tudtak gondolni, hogy és akkor jött egy cica, beugrott az ablakon, és megtámadta a néni fejét. Valószínűleg így lehet, hogy ő vagy enni adott, vagy beszökött valahova az a cica, nem tudom, hogy nem ízlett neki a kaja, vagy keveset kapott, vagy... De igazából az van, hogy azt gondold el, vagy képzeljük el ezt a történetet, még hogyha nagyon véres és így korán reggel, hogy rátaláltak a nénire, és ott feküdt véres arccal, és persze egyből azt gondolták, hogy akkor itt valami bűncselekmény történt. És aztán egy idő után persze elkezdenek vizsgálódni, elvitték gondolom kórházba, megnézték a sebeit, és rájöttek, hogy ez nem ember, és nem valami eszköz, hanem egy
nem egy, hanem jó sok macska karom okozhatta ezt a sérülést. Nagyon-nagyon tud fájni. Tehát még ha csak játékból is, ugye, de van, hogy a macska néha úgy jobban odakap. Anyukám volt tele mindig olyan sérülésekkel, amikor kicsit játszott a cicával, és volt harciasabb jószágja is. Szóval az azért tud fájni, viszont azon gondolkoztam, hogy rögtön az első, ami eszembe jutott ennek kapcsán, hogy ha jól tudom, a veszett macska az, amelyik fejre támad. Tehát, hogy alapvetően fejsérüléseket szerez, hát remélem, hogy a hölgynek nem egy ilyen jellegű sérülése van, vagy nem egy veszett macska okozta a vesztét. Hát szegény már idős, jelenleg ágyban fekszik, ellátásban részesül kórházban, de nem tud beszélni a támadásról. Tehát egyelőre még nem tudja megfogalmazni, vagy elmondani, hogy mi történt valójában. Azért kíváncsi lennék, hogy lenne a nyomkövetés. Amire még kíváncsi vagyok, hogyha kiderül, hogy igen, ez a cica volt, akkor hol van az a cica börtön, vagy macska börtön, ahova őt bezárják? Ne akar tudni azt a sintértelepet, vagy, hogy ez hol van. Tehát, hogy tényleg el, jó, ha veszett, akkor persze, valószínűleg kezelni fogják. Sejtem, hogy hogy. Főleg azon a környéken mondják, hogy miket fogyasztanak az emberek. Na, de hogy, nem általánosítunk. Igen, de hogy büntetnek meg egy macskát egy ilyen gyilkossági kísérletben. Egy csudaklasz kis ketreccel, gondolom. A csudaklasz nagyon erős idézőjelben, mielőtt bárki is félreérteni. Ahonnan ő nem tud megszökni. Hát nyilván kutyák az őrök, tehát nem. De egyértelmű, hogy ott állnak smasszernek öltözve, kis sapkával. Lehet, hogy ez olyan nagyon furmányos macsek. Mert hogy ő, minden ugye, macsek furmányos, Csabi, ha kajáról van szó, az összes furmányos. Ő kóbormacska. És még furmányosabb. Lecsukják, és kap reggel este enni. Mindent értünk. Ez volt a mai nap nagy újságja. Lapszemlét hallottak a Riposzt támogatásával. Sláger reggel. 6 óra 47 perc van, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Az a jó, hogy ilyenkor, ha mesélünk egy hírről a világból, akkor a hallgatóink is azt tovább gondolják. Inci azt írja, hogy a macska börtönökben rottweilerek a börtönőrök. Hát akkor, akkor nincs szükség magára a börtönre. Tehát ott van, aki tárgyalást az lát már. Jaj, jaj. Szóval tárgyalás a végén az ügyész súlyosbításért, az ügyvéd felmentésért fellebbez. Györgyi megírt, hogy a gyilkos macskára egy kungfu pandát. Nem rossz ítéletet hoztál. De azt én el tudom képzelni, hogy ha a macskáknak szüksége lenne ügyvédre, akkor te jelentkeznél. Igen, azt hiszem, igen. De ha bármilyen szőrös négylábúnak, tehát egy mosómedvének, akkor is jelentkeznék. Ha egy hörcsögnek, akkor is. Hogy abban hol találnád meg a pozitívumot, mondjuk egy veszett macskát el kellene ítélni. Jó, nyilván nem a veszett macskát. Cuki, amikor éppen nem veszett. Akkor szegénynek csak a valahogy oldjuk meg minél hamarabb, hogy jó legyen neki típusú dolog. Tehát a veszettség azért az nagyon más tészta. Viszont gondoltam, hogy egy inkább megmosolyogtató hírrel folytatnám, yeah. Találtam valamit. Nagyon emlékszem rá, amikor a nagymamámnak adtunk mobiltelefont, és ahogy barátkozott vele, sikerült egyébként odáig eljutni, hogy tök egyedül fel tudott hívni bennünket. Nyilván SMS-t már nem tanult megírni, nem emlékszem, 80 már elmúlt szerintem, amikor mi ezzel próbálkoztunk. És hát ez így van, hogy az ember a szüleit próbálja megtanítgatni erre-arra. Így járt egy ausztrál férfi is, aki kapott egy okostelefont a lányától. És akkor a lánya megmutatta neki, hogy figyelj apa, ezzel lehet ám saját magadról fényképeket készíteni. Ó, és rákattant az öreg, fogadjuk. Rákattant, de figyelj, annyira klassz helyen teszi mindezt, mert hogy ő neki birkanyája van, és vannak terelőkutyái, és van egy, amelyik igazán közel áll hozzá, úgyhogy rengeteg szelfi készül a kutyussal közösen. És apuka osztja, ez a jutenyésztő folyamatosan osztja a képeket, van, amikor becsúszik egy juhocska is, oda bemegy, vagy a másik terelőkutyus. Minden esetre felkapta az internet nyilván, és nagyon-nagyon tetszik. Apuka általában kockásinkben, kalapban, télen-nyáron, látszik, hogy most éppen egy őszi táj van mögötte, vagy most éppen egy kicsit zordabb az időjárás. Igen, közben nézem én is, hogy kutya mindenképpen rajta van. Vagy a nyakába borulva, vagy csak ő is, minthogyha betrolkodna a képbe a kutya. Tényleg jó pofa, nem csodálom, hogy felkapta a net. Igen, a kutya kifejezetten, de szerintem egyébként apuka is fotogén, jó nagy szakállal, bajusszal, olyan igazi mezei ember, aki a kétkezi munkából él, viszont azt nagyon élvezi. És azt simán el tudom képzelni. Gyere már lányom, mert sikerült magamról képet készítenem, de tegyük már ki együtt a fészre, mert hogy... Igen, nem érte. De figyelj, három megmutatás után már megy neki magától is.
Na most jön a gyerekjáték, amire lehet jelentkezni akár okostelefonnal, mobiltelefonnal, vagy vonalasról, vezetékesről. A lényeg, hogy nyerhetnek páros belépőjegyet nyári Károly karácsonyi koncertjére a Budapesti Kongresszusi Központba, és van egy különleges nyereményünk is ma. Antal Nimród a Viszkis című magyar akciófilmjére szintén 2 darab belépő, úgyhogy azt én nagyon szeretném égnek mindjárt a vonalak. Én bízom benne, és amíg jelentkeznek, addig mi zenélünk. 6 óra 50 perc van a gyerekjátékra, SMS-ben vagy telefonon 0630 30 30 103. Itt tudnak jelentkezni, és közben a Unique zenél, ez a Mozaik, itt a Slágerem. Sláger reggel, a legnagyobb slágerek változatosan. 103.9 Sláger FM. 6 perc múlva lesz 7 óra, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, jön a játék. Erre még egy gyerek is tudja a választ. És te, gyerekjáték. Geri, szeva! Hello, jó reggelt kívánok! Hello, Geri! Egy friss hang az éterben már, azért is friss, mert azt gondolom, vagy úgy emlékszem, hogy veled nem játszottunk még, ugye? Még nem, nekem ez az első játékom. De várj, mondom, velünk, vagy egyáltalán a rádiós játékokban? Hát nem sok esélyem volt eddig, ugye általában rádiós játékokban játszani, szóval... Jó. Mi, nem volt telefonod, nem volt rádiód, vagy börtönben voltál? Csak éppen nem hívtak vissza, hát ja. Nem én voltam. Na, látod, mi megtettük. De valamit beléd folytottunk, mit szerettél volna mondani? Ja igen, egy mondat a mockás témához, ha megengedem. Persze, hogyne. Tényleg, tehát én erre azt kell mondani, hogy ez a nap poénja, hogy azt Piros is mondta. Tehát én egy mockáról azért sok mindent el tudok képzelni, de... Az, hogy embert macska volt, na ne! Ez nem tigris. Jó, de hát vérmacska, nem ismered? Vérmacska. A híres japán vérmacskát? Vérmacska az éhes macska. Hát igen. Valószínűleg. Híres japán vérmacska. Most fedezték fel állítólag. Nem kapott elég rákcsát, úgyhogy... Szerintem most te fedezted fel. Persze. Na, figyelj csak, válasz légy szíves, magyar töri vagy természetismeret, melyikben vagy jó? Ez a három tantárban van még. Történelem. Na figyelj, indítom. Melyik darabot adták elő a 48-as forradalom kitörésének estéjén? Hű. Nagyon jó a kérdés. Igen. Egy 5 szakaszos drámáról van szó. Ugye nyilvánvalóan magyar szerzőtől. Hazám. Én csak úgy énekelgettem. Csabi, ez szuper volt. Ez jutott csak eszembe simán. Nagyon jó. Csabi elkezdte énekelni, és rögtön beugrott, hogy ez a Bang Bang. Nagyon jó. Egyébként magát a buzóperettet is, vagyis hát ugye még annak idején, amikor iskolába jártam, akkor mutatták, hogy hát ezt meg kéne nézni. És akkor húztam a számot, mert én jobban szerettem, amikor a tanár vagy tanárnő mesélte a történetet, úgy bele tudtam magam élni a sztoriba a történetbe. Jó, és figyelj. Jól képzeltem magam a helyszínre. Geri, magad is kitaláltad volna, de örülök, hogy segíthettünk. Mondja a Piros, hogy mit nyertél, jó? Egy csomó nyereményed van így. Nyári Károly karácsonyi koncertjére van 2 darab belépőd a Budapesti Kongresszusi Központba, és Antal Nimród a Viszkis című magyar akciófilmjére is van 2 darab belépőd. Na, az is nagyon érdekel. Így van. Jó, úgy érzettek, hogy mind a kettő érdekel. Ha nem érdekel, akkor is menj el, mert jó lesz, jó? Megnézem. Jól van. Szép napot. Szia. Köszönöm szépen. Szia. Sláger reggel. Abaházi Csabával, Vágó Pirossal és a legnagyobb slágerekkel változatosan. 7 óra 13 perc van. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Tudom, hogy ma már mondtam, és még sokszor fogom mondani, reményeim szerint. Mindig mondok egy mondatot, hogy azt szeretem Pirosban a legjobban, hogy. Most például az a mondat, hogy benned azt szeretem a legjobban, hogy te mindig őszinte vagy. És hogy mit mondtam? Nem, most kérdezni fogok, mert tudom, hogy őszintén fogsz válaszolni. Igen. Mert nálunk sokszor elhangzik az a mondat, hogy talán nem vagyok jó anya. Tehát, hogy az ember úgy elgondolkodik. És nem én, tehát nem én mondom ezt, hogy belegondoltál, vagy elhagyta-e valaha a szádat, hogy talán nem jól csinálom a dolgom, mint ne anya. Ne hülyeskedj folyamatosan. Ugye? Folyamatosan. Az ember folyamatosan kételkedik önmagában. És arra gondoltam, hogy ennek járjunk utána hallgatóinkkal, hogy milyen egy jó anya, vagy mitől jó egy anya.
És itt van velünk egy olyan hölgy, aki több mint 30 szülésen van túl, de nem saját maga szült, hanem ott volt szüléseken, ő is szült már. Hadas Kriszta, szia! Úgy fogsz felkofferelni, és itt van velünk egy rossz ember. Annak tartod magad? Egyéb iránt? Nem. Ugye, hogy nem? Nem. Két gyerekem van. Nem tartom magam annak, dehogy is. Hát emlékszem, amikor legutóbb itt jártál, ugyan nem adásban, de meséltél a nagylányodról, és nagyon büszke vagy rá. Láttam rajtad, hogy minden mondat tényleg a szívedből jön. Nyilván, hogyha az ember így tud beszélni a már lassan felnövő gyerekéről, akkor nem tarthatja magát rossz anyának. Nem, hogy lassan felnövő, hát 23 éves. Nekem mennyi idős koromban már megvolt ő. Konkrétan. Bizony. Bár én mondjuk, ha az én 23 éves koromi önmagamra gondolok, akkor nem tudom azt mondani magamra, hogy akkor már én felnőtt voltam. Tehát ez ja, én egyáltalán más, nem, hát hogy... fülönpörögtem a különböző szórakozó helyeken, miközben szoptatós anya voltam. És, de akkor is azt gondoltad magadról, hogy jó anya vagy? Nem, akkor nem gondolkodtam ilyeneken. Mert hogy pont ez a lényeg, hogy te annyi sorssal, meg annyi nővel találkozol, aki anyává válik, hogy te azt már látod előre, hogy kiből lesz jó anya, és ki az, én aki talán kevésbé. Én utálom ezt a jó anyázást. Tehát ezt biztosan megtanultam, hogy ez nincs. Tehát mindenki lehet jó anya, és mindenki lehet másképp jó anya, és mindenki tudja jól csinálni. A jó anya... egyedül attól jó anya, hogy elképesztő mennyiségű szeretetet, foglalkozást, testi érintést, feltétlen szeretetet ad, tehát nem lehet szerintem egy gyereket túl szeretni, és ezen belül egyébként mindenki azt csinál, amit akar. Igen, de ez tök jó, ezt így most akkor mindenki föl kéne, hogy írja a magának, a homlokára belülről, minden anyuka. Ilyen érdekes, hogy ez mindig fölmerül jó anya, az nagyon ritkán, hogy jó apa, vagy rossz apa. Arról majd csináltuk egy külön műsort. De hogy ez az anyasággal van mindig egy ilyen mérce, nem? Egy teljesítmény fogalommá vált. De ez honnan jön? A jó anya. Hát nem ez az anyáktól, gyerekektől, férfiaktól? Ez gondolom a 20.-21. század terméke, nem? Alapvetően mi pakoljuk magunkra, aha, mi nők. De te pont rámentél arra, hogy van egy kicsit torz nőkép, hogy milyen egy tökéletes nő, a tökéletes nőből hogy válik anya, aki celebként a tévében mutogatja magát, és anyává válik, az valahogy nagyon elrugaszkodott a hétköznapoktól. Ez sem igaz. Tehát... és te szeretnéd megmutatni, hogy milyen az, amikor nem, valaki... Nem, hát a Jön a Baba című műsoromban, nem tudom, hogy most kupán vágtok-e, ami nem. Most szombaton indul az RTL 2-n, de utána 3-kor, ott civil, tehát ebben a műsorban kizárólag civil anyák vannak, és igen, most már ez a harmadik évad. De pont, hogy a civilek gondolhatják azt, hogy azt látják a tévében, hogy a különböző műsorokban, ahol celebeket mutogatnak, nekik mindenük rendben van. Tiszta a lakásuk, valami ilyesmit olvastam egyszer, hogy te ezt pont így megfogalmaztad, hogy nekik tényleg semmi gondjuk nincs. Csili-vili az életük, igen, lefogytak a szülés után, sőt, ugye el se híztak menet közben, de nyilván... És közben meg valószínűleg nekik is meg kell harcolni. Más meg nem ezt, de egyébként, hogy mondjam, a celeb anyákat is védeném. Tehát ugye arról van szó, hogy a celeb anyák tekintetében, hogyha ők egyszer véletlenül őszinték mernek lenni, akkor utána rá magukra pattintják a kakis budit, tehát hogy ilyen csúnyán fogalmazok. Tehát kapnak 4000 darab e-mailt, kommentet és SMS-t, hogy azonnal vegyék el tőlük a gyereket, és különben is hogy néz ki, és különben is miért ilyen szar, és miért ilyen öreg, és miért ilyen ronda. És elkezdenek, hát, hogy mondjam, finoman szóval, hogy bele vannak hajtva egyfajta hazugságba. És pont ezért gondoltuk, hogy ez egy létező és fontos kérdés, mert mindenki ítélkezik mindenki felett, és tök jó volt, amit mondtál, hogy mindenki azt csinál, amit akar, de kíváncsi vagyok a hallgatóink véleményére, hogy mit gondolnak erről, hogy mitől jó egy anya, vagy milyen egy jó anya, írják meg nekünk 0630 30 30 103. Sláger reggel. 7 óra 22 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nem sokára beszélgetünk tovább Hadas Krisztával, de előtte körbejárunk, körbe nézünk az utakon. Emelkedjen felül a közlekedési helyzeten! A slágerkopter felszáll, jönnek a legfrissebb infók az utakról, felülnézetből. M3, M2, M1, jó reggelt ismételten, hinnye biza, elég csíkosak az utak, síkosak. No hát a fentebb említett utakon is rengetegen vannak, de a Váci út, az 51-es és a 10-es út az Ürömi körforgalomig is tele.
Ákos említette a híreknél, hogy a Nagykörösi úton is sokan járnak, ez valóban így van, de amire különösen oda kell figyelni, ez a Ferihegyi reptére vezető lesz az 1-es terminától befelé, ugyanis kertészek kezdik meg a munkát ebben a trópusi forróságban, hát nem irigylem őket, és megint előjön belőlem az aggódó nagymama. Azzal segítsék őket, hogy a megfelelő oldaltávolságot megtartják, ne kavarják nekik a szelet, még a végén meghűlnek. Hamarosan újra felszáll a slágerkopter. Addig is a fontos közlekedési információit írja meg a 0630 30 30 103-as számra. Szóval annak próbálunk utána járni, hogy milyen egy jó anya, vagy mitől jó egy anya, és itt van velünk Hadas Kriszta, aki tulajdonképpen elmondta, hogy olyan nincs, hogy jó anya, meg rossz anya. Anya van, ha ad szeretetet, akkor az már elég. Igen, minden a anya jó anya, aki gondoskodik és szereti a gyerekét, attól függetlenül, hogy mennyit dolgozik, mennyit utazik, és... Igen, csak közben az van, hogy a társadalomnak másokkal szemben sokkal nagyobb elvárásai vannak. És másokkal mindenki, nem, szemben. Én azt gondolom, hogy nekem például magammal szemben voltak óriási elvárásai. Most azon gondolkoztam, hogy ugye minél többet tudunk a lélektanról és a gyerek lélektanról, minél többet tudunk arról, hogy mi minden lenne jó egy gyereknek onnantól kezdve, hogy megfogom, vagy már ugye előtte. És akkor valahogy ez így pakolódik az emberre, hogy igen, magamon kéne hordani a nap 24 órájában, de közben ezt is kéne csinálnom, megszoptatnom kéne csak és kizárólag, és ameddig igen, lehet, és ameddig ő szeretné. És egy csomó olyan, olyan feladatot vállaltam volna én is például magamra, hogyha testem, szervezetem ezt engedte volna, ami valószínűleg irreális. Tehát nem tudsz egyszerűen igen, ennyi mindennek nagyon megfelelni. Nagyon érdekes, mert régen minden sokkal természetesebben ment. Ugye a nagyanyáink korában nem merült fel, vagy inkább a dédnagyanyáink korában nem nagyon merült fel, hogy valaki jó anya vagy rossz anya. Tehát anya volt és pont. És egyébként pedig a generációk együtt éltek. És mindenki végezte a maga dolgát. És mindenki végezte a maga dolgát, és a nagymamák nevelték az unokákat, meg együtt az asszonnyal, és ez nem merült fel, hogy akkor most azért, mert ott a nagymama, akkor te rossz anya vagy. Aztán amikor elindult, hogy elkezdtünk dolgozni, mindenki dolgozik már, vagy nagyon sokan, és akkor elkezdett felmerülni az, hogy ahhoz képest, hogy dolgozom, még tudsz-e jó anya lenni? Tehát nekem minden második kérdés egy interjúban úgy hangzik, ezt következőt úgy gondoltam lefejelem, ha ezt megkérdezi, hogy hogyan tudom összeegyeztetni az anyaságot a munkával. Mondtam, hogy pont úgy, ahogy a férjem. Tehát, hogy igen, együtt csak, csináljuk ezt. Csak ha jön a baba kapcsán, te találkozol olyan hölgyekkel is, akik mondjuk először szülnek. Bizony. Hogy a kétség az felmerül bennük? Van ilyen, amikor beszélgetsz, hogy vajon jó anya tudok-e lenni, vagy hogyan tudok jó lenni? Hol lehet azt megtanulni? Hol lehet levizsgázni anyaként? Igen, érdekes, hogy mindenki vizsgázni akar. Persze, meg bújják, sokan bújják az internetet, és akkor... Ott van a nagy okosság. Igen, ott mindig sok okosság van, de egyébként okosság is van természetesen, és akkor sokan ráparáznak erre, meg igazából félnek az ismeretlentől. Meg az első gyereknél azért ne felejtsük el, hogy nem csak arról van szó, hogy te szülsz egy gyereket, mert van melletted jobb esetben egy partner is, tehát a férfi is apává válik. És egy család alakul és ki, akkor az a kérdés, hogy hogyan lesz belőlük egy család. Felállás, pontosan. Ezt tudom, hogy erre nekünk is kellett valahogy tér, meg idő. Az ember, tehát hogy ez nem egyik pillanatról jön a másikra. Ahogy maga az a mindent elöntő anyaságérzés sem jött, legalábbis nekem, az nem ilyen, hogy na, kibújt a gyerek, azt hú, mostantól anyatigris vagyok, hanem legalább egy fél-egy éven betelt, amíg eljutottam oda, hogy már éreztem azt a fajta. Lehet, hogyha megmérettetett volna az a fajta szeretet, akkor már 2 hét után, vagy egy nap után azt éreztem volna. Csak ami belül úgy igazán mélyről jött, az annak ennyi sok idő kellett. Hát nem véletlenül van kitalálva egyébként ez a 9 hónap. Igen. Pontosan. F azt írja, így írta már, hogy F, a jó anya őszinte és folyton kételkedik önmagában. Ez egy jó válasz egyébként. Rozál pedig azt írja, és ebben is nagyon nagy igazság van szerintem, mint apa, a gyermekeink visszajelzéseiből tudjuk meg, hogy jó anyák voltunk, vagy vagyunk-e. Igen, egyébként ez a dolog később dől el. Igen. Azért mondtam, hogy neked már ugye a felnőtt lányod kapcsán van egyfajta visszatekintésed, és tudod, hogy jó van, akkor annyira rosszul nem csináltam a dolgokat. Így van, mert hogy a lényeg az, hogy egy kiegyensúlyozott, vidám, boldog gyerek, fiatal felnőtt a lányom, tehát nem ő lett a baltás gyilkos, és azért... Akkor jó anya vagy.
Ezt megfejtettük. Na de kíváncsiak vagyunk továbbra is hallgatóink véleményére, hogy milyen egy jó anya, vagy mitől jó egy anya. 06 30 30 30 103. 7 óra 40 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Továbbra is itt van velünk Hadas Kriszta. Szia! Jó reggelt! És hát kicsit beszélgetünk arról, hogy mitől jó egy anya, vagy mit gondolnak a hallgatók, hogy milyen egy jó anya. Rengeteg SMS-t kapunk, azt írja például valaki, hogy a jó anya mindig a háttérben van, akkor ott van, amikor kell. Amikor kell, nem rivalizál, nem erőltet semmi olyat, ami a neki annó nem sikerült. Tehát azért valószínűleg sokszor gondoljuk azt, legalábbis én apaként sokszor gondolom azt, hogy nem szeretnék olyanokat, amiket apámban nem bírtam, vagy nem szerettem. Igen, ezt mindenki elhatározza, aztán pont olyanná válik, mint az anyja, meg az apja. Én nem tudom, én azért hiszek abban, hogy vagy pont olyanná, vagy pont tök az ellenkezője. Igen, ez is van, persze. De olyan is van, aki azt írja, Ilona, hogy soha nem lehetsz elég jó anya, és ezért csak évtizedek múlva tudatosodik benned. Tehát, hogy valószínűleg ő azt gondolja, hogy akkor mindig tenni kell azért. Én azt gondoltam, hogy egyébként akkor leszek jó anya. Hát szóval, hogy akkor teremtek meg mindent mondjuk a nagylányomnak, és a kisfiammal is pont ezt csináljuk a férjemmel, a élményt adunk. Ez nagyon fontos. Mi bejártuk együtt a világot, nem javakat gyűjtöttünk, hanem azt, hogy minél kozmopolitább legyen, minél többet lásson, és azt gondoljuk, hogy ezzel tudjuk őket a világra legjobban felkészíteni. Meg nyitottnak tartani. Ha semmi nem lepődnek meg, ha élvezik az életet, és látják, hogy milyen sok színű. Mi sose voltunk az a család, akik vigyáz a gyerek, ha alszik, akkor most suttogunk, és mindent lesötétítünk. De még egyszer mondom, engem ez a sorozat arra tanított, hogy legyek nagyon elfogadó, és ne ítélkezünk, mert állandóan tudod, mindig mindenki megítél, amit én csinálok, az jó, amit te csinálsz, az rossz, te béna vagy. Igen, csak én azt gondolom, hogy a nőkben mindig van egy ilyen kétség, és ezt nagyjából a hallgatói SMS-ek is alátámasztják, és az első kétségek már a terhesség idején jönnek, sőt, sokszor már előtte is, hogy teherbe eshetek-e, leszek-e annyira felkészült, annyira jó, és aztán gondolom ez a 9 hónap alatt végigmegy, hogy és ez jól egyébként, csinálom, nem most rontom el éppen. De ez egyébként teljesen normális, de én mindenkit arra buzdítok, hogy ezt próbálja elengedni, és pont a Jonababa sorozatomban olyan sorsokkal, olyan nagyon-nagyon érdekes nőkkel forgatok, akik valami miatt erőt tudnak adni másoknak. Tehát például a lombikos pár, aki 6 évig tolja, és stopperral élnek szexuális életet, és aztán csak lesz baba, és akkor az anyuka akkor se tudja elengedni a szorongást, de van egy elképesztő csaj, egy rendőrnő, aki egy nagyon rossz házasságban élt a férjével, 3 gyerekük volt, és egyszer csak bejött valaki, és egymásba szerettek. Aha. És az első csók után mindenki borított. És hát ugye az volt az első kérdésem, de hát 3 gyereked van, hát megteheted-e azt... Voltak a gyerekek, nem tudjuk. Hát ugye kiskamaszok. Kiskamaszok. Megteheted-e azt, hogy a saját boldogságodat a gyerekeid fölé helyezed, és aztán utána az idő bebizonyította, hogy nem, az ő gyerekek is ettől lettek boldogok, hogy nem egy rossz házasságban éltek, ez az hogy már a 6. gyerekét várja. De van olyan, aki nagyon őszintén beszél a terhességi depresszióról, és pont az, amit te mondasz, hogy a világ azt harsogja feléd, hogy iszonyatosan boldognak kell lenned, minden kerek, minden oké, minden rózsaszín, és akkor ő miért sír, és miért akar öngyilkos lenni. Uh-huh. És erről ez a csaj nagyon, és talán ugye benn vagyok vele a szülőszobán is, nagyon őszintén beszél. Tehát én azt gondolom, mi magunkra is sajnos nagyon sok frusztrációt rakunk, mert hogy a világ elmondja, hogy milyennek kéne lennünk, és azt gondolom, hogy mindenkinek van egy ilyen saját útja, amitől igenis jó lesz. Amit be kell járnunk, és akkor annak az eredménye az, hogy mondjuk a gyerekünk talán már egy kicsit jobb csomagot kap, vagy legalábbis én mindig abban hiszek, hogy a generációktól kapott csomagban mindig van egy kis fejlődés, van egy kis javulás az anyához, a nagymamához Igen. képest, vagy nem tudom, vagy normálisan valahogy így működne. Én azt gondolom, és tényleg nagyon vekerdi párti vagyok, aki azt mondja, hogy nem tudod elrontani, csak akkor a sokat játszol, sokat szereted, sokat simogatod a gyereket. Ez azért jó mondat, mert amikor az én feleségem első gyermekünket vártuk, és ő nagyon aggódott, és persze az összes ismerősét, akinek meg barátnőjét, akinek már volt gyereke, felhívta, hogy akkor ezt hogy kell, azt hogy kell, mindent elolvasott az interneten, az összes tévéműsort megnézte, ami erről szól, hogy hogyan kell kihordani egy gyereket, hogyan kell megszülni, felnevelni, akkor az egyik barátnője, akinek addigra már volt gyereke, azt mondta, figyelj, nem fogod tudni elrontani azért, mert a tied. Így van. És egy anya, minden anya ösztönös, minden nő ösztönösen anyává tud válni. Hát
Nem, ezt sem mondanám, hogy ez mindenkinél rögtön jön, most az előbb a piros mesélte, hogy nem, de előbb-utóbb mindenki felfog, és még egyszer mondom, nem tudod elrontani, tehát ha nem vagy hanyag, akkor nem tudod elrontani, és egyébként a szülésre is, ugye mi benn vagyunk a szülőszobán. Mindenki elképzeli, hogy ő hogy fog szülni, aztán ehhez képest ugye mindig történik, történik valami, tehát én csak természetesen csak úgy, de a 16. órában azért csak elüvöltöd magad, hogy a tépjék ki belőlem, történjen már valami, mert nem bírom tovább. Ilyenkor egyébként az, hogy bent van egy kamera, nem változtat semmit szerinted? Sőt, annyira jó érzés, mindegyik azt mondja, de jó, hogy ott voltál. Főleg egy császáros szülésnél, ugye, ahogy végig beszélek hozzájuk. Tehát mire én ugye bekerülök a szülőszobába, Kéki Kira kolléganőmmel együtt, ketten forgatjuk a szüléseket, addigra mi már barátnők vagyunk. Tehát ők legalább annyit tudnak róla, mint én róluk. És egyszer sem volt, hogy azt mondta az orvos, vagy esetleg az anyuka éppen a lágyon, hogy most menj ki. Nem, soha. Nem. Sőt, az, hogy fogd meg a kezem. De jó. Kérlek, fogd meg a kezem. És én most már azért tudom, hogy mikor mit érdemes neki mondani, vagy csöndben maradni. Mikor van az a pillanat, amikor tudjátok, amikor kiesik tér és idő, és kész, elveszíted a kapcsolatot a külvilággal, és csak a kisbabádra koncentrálsz. Gyönyörű dolgok. Én mindig zokogok. A kamera nélkül, hogy... Többen mondták, hogy a legközelebb szülőnek csak velem. Apuka már nagyon is kint. Én már simán le tudnék vezetni egy szülést, egy normális szülést nyilván, de hogy mi egy ilyen segítő női közeg vagyunk tulajdonképpen, és addigra, mire oda kerülünk, addigra ők már nem a kamerát látják. Hát, hanem téged. Igen. És a te energiáidat érzik. És addig, mi már mindannyian, és nem véletlen van az, hogy a sorozat, a korábbi sorozat babáival, illetve az anyukákkal mi nem mindenkivel, de sokkal barátnői kapcsolatban vagyunk. Ami például a legjobb, hogy az egyik apuka szállít minket a vidéki kórházakba szülni hajnalba. Szeretetből. Tök jó. Hadas Kriszta, köszönjük szépen, tehát akkor az új évad szombaton, és... És mi pedig játszani fogunk. Most már kupán vágunk. Nem, megköszönjük, hogy itt voltál. Persze. Viszont játékkal megyünk tovább, még pedig a 30 plusszal, a nyeremény pedig páros belépő Szekeres Adrián 20 év ünnep koncertjére az Erke Színházba, plusz Antal Nimród a Viszkis című magyar akciófilmére szintén egy páros belépő. Aki szeretne ott lenni ezeken a koncerteken, illetőleg moziban, most jelentkezzen SMS-ben 0630 30 30 103, amit pötyögnek, addig a Bikini zenél részegen kivisz majd haza a 7.48-kor. A slágerem. Sláger reggel. Abaházi Csabával, Vágó Pirossal és a legnagyobb slágerekkel változatosan. 6 perc múlva lesz 8 óra, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, játszani fogunk. Önvágja, hogy mit vakerál a gyereke? Önvágja, hogy mit vakerál a gyereke? A ködlökje. 30 plusz. Ismerkedés az Y generáció dumáival. Ildi van itt velünk, szia! Sziasztok! Jó reggel! Olyan szép jó reggelünk van ma. Ugye? Hogy meg lehet találni, még ha hideg is? Na. Igen. Figyelj csak, képzeld el, és ezt nem csak neked mondom, hanem egyrészt Pirosnak, másrészt az összes többi hallgatónak, ugye azt gondolom hallottad te is, meg mindenki, hogy elég sok időt töltök el ilyen focipályák mellett, és tegnap is megkaptam azt a kritikát, hogy ebben a játékban miért adjuk olyan könnyen a nyereményt? Mert hogy sokszor nem tudják. Úgyhogy mától szigorúbb leszek. Hűha! Jó? És ez mit jelent? Hogy nem kell feltétlenül tudni, de próbálkozni nagyon kell. Jó? Hát feltétlen. Hát úgyhogy ezt légy szíves, hogy tartsd szem előtt, akkor, amikor Piros mondja a feladványt. Mit jelent, hogyha a gyerek azt mondja valamire, hogy fú, ez mekkora flash? Flash? Aha. Mekkora vakú? Hát, nagyot villantott a másik. Igen, az végül is. Bevillanása van, flesse. Figyelj csak, felhívom gyorsan az apukákat a pálya mellett. Ez így jó? Adhatom? Azt mondják, hogy átmentél, úgyhogy tessék, megvan. A mekkora flash egyébként az, amikor valami nagyon-nagyon tetszik nekik, valamit irtózatosan jónak találnak, nagyon menőnek, szórakoztatónak. Ha flashelsz, az meg amikor hú, nagyon jól érzed magad. Úgyhogy Ildi, nem jártál messze a megfejtéstől, úgyhogy már is van 2 darab belépőd Szekeres Adrián 20 év ünnep koncertjére. Az nagy flash lesz. És 2 darab belépőd Antal Nimród a Viszkis című magyar akciófilmjére is. Nagyon-nagyon örülök mindkettőnek. Köszi. Kit viszel magaddal flash-elni? Nagy flash lesz, nagyon nagy flash lesz. A lányom fogom magammal vinni.
Nagyon jó, szórakozást, jó fleszeléseket neked. Szia, Ildi! Köszönjük még egyszer nektek is, további ilyen szép napot. Neked köszönjük, szia-szia! Ez a Sláger reggel. Budapest reggeli műsora. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 12 perc van. Nagyon vicces jelenet zajlott le itt az előző percekben a stúdióban. Ugyanis vendégünk Estakács András az On The Spot-ból. Jó reggelt! Szia. Jó reggelt! És azt látjuk, hogy... Te egy ilyen aggódós csávó vagy. Tehát, hogy kérdeztük, hogy kérsz-e kávét, és hát nagyon 28 aggódtál. Kérdést tettél fel a kávé minőségéről. Igen. Közben meg beutat. Csak kérdeztem, milyen kávé. Nem, csak hogy bejártad az egész világot, érted? És valószínűleg rengeteg rossz kávét is ittál. És mégis most aggódsz, hogy mi jó kávét adunk-e neked, vagy sem. Majd aggódsz, hogy jó helyen tetted le a kabátodat, meg a laptopodat egy zárt stúdióban. Nem, ahol... hogy is, a stúdión kívül van a kabátod, a laptopod, benne a telefonok. Előtere. Igen? Jó. Jó, de hát, hogy máshol is így figyelsz rám? Afrikában. Nekem itthon hadd aggódjon a kávéért, meg arról, hogy jó helyre teszi-e a cuccát. Köszönöm. Nem, hát az a helyzet, hogy az legutóbbi forgatásunk Észak-Amerikában volt. És ott mit nem adtunk volna egy finom európai cappuccinoért. Szóval nincs egy kis Lil Italiano, egy kis pici espresso ristretto, valahol nem lehet beszerezni. Kozzá. Az egy nehéz ügy. De ilyen aggódos vagy egyébként? Mindenért aggódsz? Mert hogy lehet neki vágni a nagyvilágnak? Tehát, hogy előre tudtok minden egyes mozzanatot. De én nem aggódom, hogy mi az a kávé, csak szerettem volna megtudni, miből készítjük a kávét a vendégeinknek. Mi ez? Nescafét adtok? Vagy egy most csörök az összes brendet? Nem kell. Nem kell. Meg hát életemben nem voltam itt. Tehát, hogy főzzük-e a kávét? Aha, hát, hogy mi történik azzal a kávéval? Egy finom kávé, azért az beindítja a napot, nem? Hány kávén vagytok túl? Nekem már megvolt kettő. Én egyen. Vagy háromat? Komolyan. Kettőt ittam. Jóságos ittam. 8 óra 15 volt. Igen. De, ez neked mekkora délután? Már 4:23-kor felébredtem. Tehát, hogy... Na, minden tiszteletem a kollégáké. Tényleg. Köszönöm szépen. Minden tiszteletünk a tiétek. És még akkor azt is gyorsan hadd mondjam el, hogy András egy olyan kérdést is feltett, hogy mekkora a stábunk. Hát itt most láttál három embert. Ugye mi ketten pirossal, plusz még a szerkesztőnk. De azon nem aggódtam, hogy elindul-e az adás. Nem, csak hogy elmondtad, csak hogy azt hitted, hogy ilyen 20 fő stáb dolgozik. Miközben ti az Eszterrel évekig úgy mentetek, hogy ketten, és abból is film lett, meg abból is műsor lett. Hogyne. Meg hát mi csak Eszterrel, akivel alkotótársaknak indultunk, és most a feleségem, és a gyermekünk. Tehát a párod mindenben. Igen. Tényleg ketten kezdtük ezt el, de aztán nagyon hamar lett utómunkacsapat, vágó, szerkesztő, előkészítő ember. De amikor utazás van, akkor csak tényleg csak ketten utazás van, akkor tényleg mindig ketten mentünk. Most már hárman megyünk. Na, a gyermek miatt? A gyermekkel, igen. Illetve van, hogy elkísér egy családtag. Olyan is van. Aha. De hogy vigyázzon a babára. Ja, azt hittem, hogy ő tud segíteni, vagy nem. Még egy kolonc a nyakunkon. Nem. Nyilván, hogyha hadjövezetbe mennétek újra, akkor azért oda... Tehát azt most nem már így, azt nem. Most már szóltátok, hogy nem. Évek óta nem megyünk. Hát most a gyerekkel, aki mindjárt 2 éves, nyilván egyáltalán nem megyünk, de már előtte mi is mindenféle más csináltunk. Törzsekhez mentünk forgatni. Persze, csak ugye azért, ha már egyszer az ember egy ilyet csinált, meg bevállalt, akkor oké, lehet az egy pipa is, hogy megcsináltuk, és tök jó, de hogy akkor ezek szerint ezt is el is határoztatok, hogy ki is mondtátok, hogy többet azért oda nem. Ha nem is az, hogy többet oda nem, de hát tehát egy kisgyerekkel nyilván nem. De hát eljön majd az az idő, amikor a kisgyerek kicsit nagyobb lesz. Igen, vagy ez és még akkor most majd meglátjuk, de aha, azért nagyon tényleg próbálunk vigyázni magunkra. Na, ennek én mindenképp örülök, mert azért úgy nézve a filmjeiteket, az embernek csak úgy aggódik, értetek, vagy hát aggódtunk. Nagyon kedves. Úgyhogy ezért, én most ezt így megnyugvással tapasztaltam, főleg úgy, hogy tudom, hogy a gyerekkel együtt utaztok. Én ugyanezt gondoltam egyébként, amit te gondoltál erről a műsorról, hogy 20-an a háttérben azon dolgoznak, hogy be legyen kapcsolva a mikrofon, és legyen mit mondani. Hogy ti persze azt mondjátok, hogy ketten mentek közben, meg ott megy előttetek, mögöttetek egy operatőr, töri az utat, vágja a bozót vágóval. Hát bozótot vág, persze, de azt nem, tehát nem az operatőr, hanem egy helyi ember nélkül mi nem tudunk elindulni egy egynapos gyalogtúrára a dzsungelben. 2 nap hajóút, és nem tudom hány helyi repülőjárat után, Pápuán. Valakinek beszélni kell a törzsel is. Minden nyelvet nem tanultatok meg azért. Persze, hát Etiópiában van 80 nyelv és 200 dialektus. Tehát volt olyan
törzsi forgatás, ahol két tolmácsot kellett vinni, mert több már két külön törzs is. Aha. Atya úristen. De én nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy hogyan áll össze egy ilyen, tehát én ezen agyalok folyton. Ja. Hogy jut el az ember ilyen emberekhez, hogy a link hol van meg. De akkor ezt most még ebben ne kezd bele, zenélünk egyet, és utána megbeszéljük, hogy hogyan áll össze egy ilyen. Estakács András, tehát a vendégünk, SMS számunk 0630 30 30 103. Sláger reggel. 8 óra 21 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nem sokára beszélgetünk tovább az on the spotos Estakács Andrással, de előtte segítünk egy kicsit az úton lévőknek. Emelkedjen felül a közlekedési helyzeten. A slágerkopter felszáll, jönnek a legfrissebb infók az utakról, felülnézetből. A budai oldal innen fentre egy kicsit rosszabbul néz ki, a Budakeszi út, a Hűvösvölgy és az M1-M7 és az Egér út is tele. A Nagykörösi út is áll, sajnos a Gyáli úti részen történt baleset miatt, de a nagyobb gond az M0-ás Fóti csomópontjánál van a Megyeri híd felé, nem egyszerű eljutni Óbudára egy jó túros csúszára, ott történt egy elég nagy csatanás, és sajnos úgy nézem, hogy áll a pálya egy jó pár kilométeren, és az M0-M5 lejárónál is baleset történt, szóval aki a nulláson járna, legyen erős és extra óvatos. Hamarosan újra felszáll a slágerkopter. Addig is a fontos közlekedési információit írja meg a 0630 30 30 103-as számra. Szóval Estakács András a vendégünk, és mi volt a kérdés, amit Piros feltett, de aztán nem hagytam András válaszolni? Igazából az, hogy ugye bejártátok tényleg az egész világot a műsor kapcsán különböző tematikákkal, de hogy hogyan épül ki az a kapcsolat, hogy itt van Magyarországon egy stáb, ugye eleinte egy kétfős, és hogy juttok el azokhoz az emberekhez, akiket a világ túlsó felén megszólaltattok az adott témában, hogy egyáltalán hogy indul neki az ember a keresésnek? Ez attól függ, hogy mi a téma, hogyha amikor a törzsekről forgattunk egy szériát, akkor antropológusok segítettek. Volt, hogy az Addis Abebai etiópiai fővárosban bement a könyvtárba egy helyi újságíró, és ott keresett arról a törzsről valami feljegyzést, ahova mi éppen készültünk. És a helyi újságírót ti ismeritek, vagy kaptatok igen, valami ajánlást? Vagy... Őt már ismertük évekkel. Ő az egyik, akire így az életünket is rá mennénk bízni. Van néhány ilyen ember a világban, Etiópiában is. De ezeket a kapcsolatokat is ki kellett valahogy építeni? Tehát legelőször akkor például az hogyan alakul? Akkor megnézed, hogy akik ott voltak, külföldi újságírók, kikkel dolgoztak, vagy megkérdezed őket, különböző tudósítókat, vagy keresgélsz az interneten, most már azért ezek az emberek elérhetőek, meg tudatni akarnak magukról. És ők a fixerek. Mm. Helyi újságíró, fixerek. Tolmács. Micsoda szavak vannak. Igen, ez a, ők segítik a külföldön dolgozó újságírók munkáját. Tehát nélkülük azért elég meredek lenne elindulni mondjuk egy gázai övezetben. Engem még az is érdekel, hogy az viszont hogy dől el, hogy ti a törzsekről forgattok. Ajánlást kaptok a tévécsatornától, amelyik leadja, ez belső igény. Hmm. Most már van olyan, hogy egy mondjuk külföldi tévécsatorna azt mondja, hogy minket tőletek érdekelne egy ilyen sorozat, fejlesztenétek-e valamit, mondja egy német tévé. De alapvetően, és az On The Spotban ez mindig így volt, meg így is szeretnénk csinálni, a saját érdeklődésünket követhettük. Ami egy óriási ajándék, egyébként és egy különlegesség, még nemzetközi viszonylatban is. De jó. Ez a fajta szabadság, igen, azt hiszem, hogy nagyon keveseknek adatik meg. Még ha az ember azt is gondolná, hogy az újságíró egy olyan szabad szellem és szabad lélek, de hát azért manapság egyre kevésbé van így. Nyilván ez még 10-20 évvel ezelőtt sem feltétlenül volt így. Úgyhogy mindenképp szerencsés helyzetben vagytok, amikor Eszterrel ketten leültök, hogy, vagy egyáltalán, gondolom folyamatos az ötletelés. Igen, de ez úgy tényleg közben, mindenközben. Menet közben. Amikor jöttünk haza Egyiptomból a forradalom után, akkor így gondolkodtunk, hogy úristen, mi lehet a Mubarak gyerekeivel? És akkor, jött, hogy vagy talán máshonnan jöttünk, és Kadafi gyerekeiről kezdtünk el beszélni, már nem emlékszem, de egy repülőgépen ültünk, és akkor azt mondtuk, hogy diktátorok gyermekei. De ez megint azért egy veszélyes téma. Aha, igen, és akkor ebben történészek segítettek, hogy feltérképezni, hogy kik azok, akik egyáltalán elérhetőek. Volt, hogy egy futár vitte a levelet Saddam Hussein lányaihoz, valahol a címet se tudhattuk, és aztán soha nem kaptunk választ. 36 embert kellett megkeresni, és 7 mondta azt, hogy igen. Hogy jó. Na de kis kulisszatitok, hogy ők, akik igent mondtak, azoknak nagyon sok pénzt kellett felajánlani ahhoz, hogy beszéljenek. Nem. Vagy ők azt mondták, hogy van bennük valami feszültség, ami miatt tök jó, hogy kérdeztek, mert pont szerettem volna elmondani. Fidel Castro lánya, Augusto Pinochet lánya,
Idi Amin fia Ugandában, Bettina Göring, őnekik volt valami mondandójuk ezzel kapcsolatban, vagy volt valami kérdésük, amivel talán azt gondolták, hogy az, hogy mit forgatunk majd, segíthet azt megválaszolni. Egyébként a mostani sorozatnál is az a legjobb visszajelzés, pont ma este lesz az egyik filmünk, amikor az alanyunk ír, hogy ő most egy kicsit másképpen látja önmagát a film után, és az hihetetlen. Az jó. Egyébként pont ezen gondolkoztam, hogy mit tudtok ti, amitől adott esetben máshogy, másképpen nyílnak meg nektek. Nem. Én azt hiszem, hogy mi már, hogy nem újságíróként vagyunk jelen az ő életükben, hanem hát a dokumentumfilmes azért az egy másik műfaj, meg egy másik szakma, de nem egy stáb megérkezik, és akkor tessék nyilatkozni, hanem mi sok esetben együtt élünk ezekkel az emberekkel. Beszélgessünk egy kicsit az új sorozatról, amit már többször szóba ejtettél, meg egyáltalán arról, hogy hogyan lettetek ti egy közös munka kapcsolatból, munkatársakból párra, de ez csak egy zene után. Jó, 06-30-30-30-103 az SMS számunk, jön a Neo és az Anyaio itt a Slágeren. Ez a Sláger reggel, Budapest reggeli műsora. 8:43 van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kriszta írt nekünk egy közlekedési infót, fontos. Az Egér út teljesen beállt, de a párhuzamos reptéri út még egészen jól járható, érdemes kerülni. Nagyon szépen köszönjük az információt a hallgatók nevében is. Estakács András a vendégünk továbbra is, aki az On the Spot egyik műsorvezetője, és hát minden mellett szerkesztője mindenese. És az most derült ki, hát a műsor indulásához képest jóval később derült ki a nézők számára, hogy ti Cseke Eszterrel nem csak munkatársak vagytok, hanem pár is vagytok. Igen, ez a mi számunkra is később derült ki? Igen, a mi számunkra is később derült ki, tehát mi már kétszer körbeutaztuk a világot, vagy háromszor, mire mi egy pár lettünk. Tehát mi már mindenütt jártunk, minden körülmények között láttuk egymást, és ez a párkapcsolat utána kezdődött. Aha. És akkor azóta meg még néhányszor bejártuk a világot már párként, és akkor legutóbb meg már kis családként. És így készül ez a műsor. Igazából azért egy darabig a külvilág felé, vagy legalábbis itthon próbáltatok titkolni, hogy ti egy pár vagytok, gondolom úgy voltatok vele, hogy ne ezzel foglalkozzanak. Hát igen, tehát hogy... Most is erről beszélünk. Látszik, hogy erről nem szívesen. Most lesz egy nagyon fontos filmünk a Duna TV 22-20-kor, és arról beszélgetünk, hogy lettünk egy pár, de ezt én értem, és ez teljesen rendben van. Csak igen, tehát hogy a hangsúlyok hol vannak, arra most már tudunk vigyázni, és az elején attól féltünk, hogy majd nem fogunk tudni. És azért erősebb a bulvár, mint mi. És hogy ezzel vigyázni kell. De azért fontos szerintem beszélni arról, hogy ti egy pár vagytok, mert most már ugye, ahogy már említetted is, gyerekkel együtt mentek. Ez befolyásolja azt, hogy hova mentek? Most például, ha jól tudom, akkor ilyen túlélőkkel, nehéz sorsokkal foglalkoztok, ami azt gondolom, hogy egy baromi nagy trauma befogadni is, hogy ti ezt hogy tudjátok úgy feldolgozni, hogy ráadásul ott van mellettetek egy 2 éves gyerek. Nagyon jól. Egyébként ebben nagyon sokat segít. Hogy mi ebből minden egyes alkalommal kiszakadunk, és játszunk, és tehát csináljuk, amit egy szülő csinál a gyerekkel, és nem ragadunk benne egy-egy tényleg drámai szituációban, mert ez az évad olyan emberekről szól, akik a 20. század legsötétebb pillanataiban születtek, vagy voltak gyerekek. Mondj egy példát, hogy Auschwitzban, vietnámi háború idején, a szarajevói ostrom alatt, vagy ma este például egy olyan főszereplőnk van, Viski András, erdélyi drámaíró, akinek az apukáját az 50-es években 22 év börtönre ítélték, a feleségét pedig 7 gyerekkel a román pusztába kitelepítették. Oh. És a legkisebb volt Viski András, 2 éves, és apa nélkül a semmi közepén, egy olyan helyen, ahova nem túlélni vitték őket, ott cseperedtek ezek a gyerekek. És nem is akárhogy cseperedett, ugye? Hát erről szól a film. Egy varázslatos történet, egy fantasztikus ember, és aztán 6 év után láthatta újra az apját, de hát 2 éves volt, amikor elválasztották őket, tehát valójában az első emléke az apjáról, ez a találkozás. Az 8 éves korából való. És arról szól ez az egész széria, hogy ezeket a gyerekkori traumákat hogyan dolgozzák fel ezek az emberek, és ezek tényleg durva, mély traumák, és ebből rengeteg mindent lehet tanulni, mi is sokat tanultunk. Nem kell az háborús gyerekkor, igen, hogy egy gyerekkor traumája megkeserítse az egész felnőtt életedet. Engem az érdekel ilyenkor, hogy ezek a
a sorsok, vagy ezek a kérdések, amiket ti feltesztek, azok értelemszerűen titeket érdekel, mert ti már valószínűleg ebben gondolkodtok, hogy mit lehet bemutatni. De hogy a nézők ízlésével ez mindig találkozik? Tehát van erre valamiféle kimutatás, hogy mindig beletaláltok abba, amit a nézők, ami miatt a nézők odaülnek és odaragadnak? Ha téged érdekel, akkor úgy fogod megcsinálni, ahogy, tehát ha akkor fogod igazán jól megcsinálni, hogyha tényleg érdekel. Ami előző szériánk a születésről szólt. Megszületett 10 baba egy szírmenekült táborban, Mexikóban, Gázában, és pont azzal a kérdéssel szálltunk ki ebből a sorozatból, és a nézők is, hogy oké, és vajon hogyan befolyásolja az életüket az, ahogy ők a világra jöttek, és ahol, és ami várt rájuk. És ebből jött aztán tulajdonképpen igen, ez a mostani. És ezt akkor nem tudtuk megmutatni, nyilvánvalóan évtizedek múlva tudnánk csak, és akkor jött ez a mostani ötlet. Hogy akkor menjünk, kicsit ugorjunk vissza, és nézzük időben. Meg, hogy mit lehet kezdeni ilyen traumákkal évtizedek munkája alatt. És akkor már nem a... Jó, most sarkítani fogok, tehát most már nem a törzseknél alszotok, hanem ilyenkor, amikor elmentek forgatni a világ másik végére, mondjuk gondolom a vietnámi háborúban született gyermeket, Vietnámban találjátok meg. Hát ha ő most ott él, akkor igen. De hogy akkor ilyenkor ti bementek valami szuper szállodába, és oda mentek haza? Vagy szállodába, vagy bérelünk egy lakást, és olyan is előfordult most, volt egy 90 éves főszereplőnk, Edith Éva Jäger, egy családterapeuta, pszichológus lett, Auschwitzban veszett el a szüleit, Mengele választotta őket. Külön Mengele a koncentrációs tábor hírhet orvosa. Sajnos mindannyian ismerjük ezt a nevet. Jó, és még aznap este azt kérte tőle, hogy itt közben fölborítom a palackokat, hogy táncoljon neki. A szülei gyilkosa. Igen, a barakban. Mert a Mengele ilyen szórakoztató előadásokat rendelt a raboktól. És becsukta a szemét, a budapesti operán színpadára képzelte magát, és elkezdett táncolni. Na és ez a nő aztán Amerikában terapeuta lett, évtizedekig nem beszélt arról, hogy vele mi történt, rájött, hogy így nem tud segíteni másoknak, és aztán szembenézett a saját traumáival. Erről szól a Döntés című könyv, ami egy csodálatos olvasmány, most jelent meg, mindenkinek nagyon ajánlom, és hát erről szólt a filmünk, és amikor forgattuk, akkor nála laktunk. De ez megérkeztünk egy vacsorára, megérkeztünk egy vacsorára, és azt mondta, hogy akkor maradjunk itt, neki van egy vendégszobája, egy csodálatos házban élem, az óceánra néz, Kaliforniában, San Diegóban, és akkor mi megláttuk a herendi porcelánokat egy méter magasságban a különböző kis asztalokon, a 2 éves gyerekünk is meglátta ezeket, úgyhogy ezeket mind bezártuk egy vitrínbe, és akkor utána, amikor baba biztosá vált, a 90 éves főszereplőnk Edi nappalia otthona. És otthona, akkor ott maradtunk, és olyan volt, mintha egy pódéd nagymamája lett volna a gyerekünknek. És azóta is emlegeti, és egy csodálatos kapcsolat. Ebben a sorozatban jó néhány ilyen találkozásunk volt. Az egyik Viski Andrással, a ma esti főszereplőnkkel. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést kaphattunk. Egyrészt az eddigi sorozatok hátterében, másrészt egy kicsit képet kaphattunk arról, hogy mi történik ma estétől. És további nagyon szigszorító sok sikert. Szigszorító történeteket láthatunk majd, az biztos a továbbiakban. Azért, és azért kívánunk nektek nagyon sok sikert, mert a ti világjáró élményeitek igazából nekünk adnak élményt. Tehát nektek nem biztos, hogy mindig élmény, hogy ott a körülmények, az még mondjuk a moszkítókkal is mindennel le kell küzdeni, de nekünk élményt szereztek vele, úgyhogy kedvesek kívánjuk vagytok. Magunknak, köszönjük szépen. Esztert is üdvözöljük akkor innen, és igen. Köszönjük szépen. Szia, ciao, és a hallgatóinkat pedig játékra invitáljuk, jön a Basszus Hélium, a zenei játékunk, amelyben a Total Dance Fesztivál cirkusz rendezvényre lehet 2 darab belépőt nyerni, a Hungeszpon rendezik, ráadásul páros belépő Antal Nimród a Viszkis című magyar akciófilmjére szintén a nyereményünk. 0-30-30-30-103 Sláger reggel Abaházi Csabával, Vágó Pirossal és a legnagyobb slágerekkel változatosan. Mindjárt 9 óra van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, eljött tehát újból a játék ideje. Basszus Hélium. A játék, amely a mélybe taszít. Basszus. Hogy a magasra emel. Hélium. Basszus vagy Hélium. Válasszon hangot és találja ki az eredeti dal. Ádám, szava! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Total Szia. Dance Festival, cirkusz, olyan előadókkal, akikről álmodni sem mertél volna, az East 17, Ace of Base, Jenny Bergennel, Regina, Captain Hollywood Project, Dr. Albán, és még meg annyi magyar előadó, őket most nem fogom felsorolni.
és valamelyik előadónak a dalával fogunk most játszani. Nagyon jó, alig várom. Ami a lényeg, hogy Csabi, neked először mutasd. Is választanod kellene, igen. Basszus vagy hélium? Hát, legyen hélium. Figyi, nagyon figyi. Na most mit röhögsz? Mit nevetgélsz, kacaksz? Tudom a megfejtést és az eredetit egy kicsit jobban bírom abban az ütemben, illetve abban az ütemszámban szerintem egy kicsit jobban élvezhető. Az elég, mert kellében a takarító. Nem tudom, miért mondod, ez nekem nagyon tetszett így. Hát ennyi! Ilyen egyszerű ez, Ádám! Gratulálunk! Már is! Nagyon szépen köszönöm! Óriási, nagyon jó. Nemrég ébredtem egy óriási sincs, aztán így indítani a napot, ez egészen zseniális. Tökéletes! Nem lehetett hallani az örömödön semmiképpen sem. Van kettő darab belépő. Ja, hát semmi, mert még ott álltok, hogy nem fogtam fel egyébként, még a héliumos elváltoztatás varázsában így egy kicsit, lehet az volt a probléma. Akkor lehet, hogy itt kéne mondanom, hogy mit nyertél? A Total Dance Fesztivál cirkusz rendezvényre megvan a két belépőd, úgyhogy... Nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon jó hír. És amellett, hogy ott leszel majd a Hung Expo-n ezen a rendezvényen, van egy páros belépőd Antal Nimród a Viszkis című magyar akciófilmére is. Hoppá, nagyon-nagyon jó. Hoppá, ugye? Hát, mi kérünk elnézést, mondom, ezt tudja a sláger. Legközelebb, hogyha játékra jelentkezek, és akkor még jobban tudok majd körülni. Egyébként pedig... Nekünk így is jó vagy. Egyrészt így is sikerült, másrészt mondom, hogy egész héten, és a nap folyamán többször van lehetőség a Total Dance Fesztivál cirkuszra belépőket nyerni, úgyhogy érdemes figyelni a slágert. Mondjuk neked már megvan, de ettől függetlenül hallgass meg tovább. Nagyon jó, így van, de azért a többiek is figyeljék, aztán nyerjenek szépen sokat. Köszi Ádám, szeva! Sziasztok, szép napot! 103.9 Sláger FM. 9 óra 12 perc, ma szép jó reggelt kívánunk mindenkinek! Vágó Piros felveszi a harcot a búrjázó tévhitek és álinformációk ellen. Kamustra. A tévhit az, hogy Vastag Tominak nincs új dala. De van. Pusztuljanak a tévhitek. Fire! Erről eszembe jut Kaszatibi, de van! De igen. Vastag Tomi a stúdióban, szeva! Szia! Szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok! De ez a tévhit azért lehet valós, mert hogy neked 2 éve nem volt új dalod, ha jól tudom. Így van, körülbelül 2 éve nem alkottunk új dalt, ennek legfőképp az volt az oka, hogy egy kicsit nekem is el kellett azon gondolkodnom, hogy milyen az az irány, amiben megyünk, illetve hogy kicsit ki akartam szakadni abban a mókus kerékből, tudod, hogy ha mit tudom, fél évente meg kell jelentetni egy dalt, még akkor is, hogyha esetleg azt nem érzed annyira, hogy az a jó, magadénak. De hogy igen, de ettől függetlenül ott kell maradni és csinálni kell. Egy kicsit ezt a csináltam 5 vagy 6 évig azt, hogy mindig éreztem ezt a muszájt az embernek a háta mögött, hogy csinálni kell, menni kell. Na de várjál, és akkor születtek ebben az időszakban olyan dolog, amit nem is szívesen válasz már fel, vagy vannak olyanok, amiket így azt mondod, hogy jobb lett volna várni vele? Kétségkívül. És ezeket a dalokat most nem fogjuk megnevezni. Nem is egy. Nem. Tehát azokat sem, amik esetleg megjelentek, aztán később annyira mégsem éreztem azt, hogy tetszett. Azokat sem fogjuk megnevezni. Illetve született egy csomó olyan, ami egyébként meg persze megszületett, de igazából nem mutattuk meg a nagy közönség számára. Illetve születtek olyanok is, amik abban a formájában nem mutatjuk meg a nagy közönségnek, viszont most az újragondolását meg azt gondolom, hogy majd idővel igen. És akkor ez most úgy beérett valami, egy korábbi ötlet, vagy azt mondtad, hogy most már olyan régen volt dalom, hogy üljünk le, aztán csináljuk valamit? Nem, egyáltalán nem volt az rajtam, hogy bármilyen dallal meg akarok jelenni az elkövetkezendő akár 10 évben, tehát hogyha nincs az, hogy egy olyan alkotói szabadságban valami olyan dolog születik, amit aztán azt gondolom, hogy meg lehet mutatni. Most egy termékenyebb időszak volt, úgyhogy viszonylag sok dalt tudtunk írni, több különböző emberrel, meg több különböző csoporttal együtt. Erre mindjárt rámegyünk, hogy kikkel, de ha már ennyit beszélünk róla, akkor hallgassunk bele, mi a dal címe? Ne hagyj reményt. Mutatom a refrénjét. A hátunk mögött angyal állt, és elhittük ösztöneik jóslatát, hogy nem múlik soha. Amit képzeltünk, nem volt az soha, de bíztam, ahogy nem szabad. Ne hagyj reményt, már soha,
De jó. Nekem az jutott eszembe, egy kicsit ilyen musicales. Hát rossz az érzés, vagy tehát akár lehetne betétdal egy bármelyik színpadi előadásban. Most a helyzet az, hogy tulajdonképpen ugye 5. éve majdnem minden, hát minden héten többször is a színházi színpadon állom, mind prózai, meg szoktam állni, mind prózai, mind zenészszerepben. Igyekszem azért sarkosan szétválasztani a kettőt. Annyira nem szoktam azt kedvelni, amikor valaki ilyen nagyon musicalesen énekel könnyű zenei dalokban is. Nyilván, szerintem nem ettől olyan. Persze azt akartam, nem, hogy nyilván azért nem lehet a gondolatokat szétválasztani, amik az emberben vannak, és nem is kell talán. Tehát amennyire erre régen törekedtem, most annyira nem. Tehát ugye az ember egy dalok által próbálja, meg a színpadon is ugye próbáljuk boncolgatni az emberi léleknek a mélységeit, és ezeket egy csomagban tudjuk átadni a kedves közönségnek, úgyhogy ebben benne van igazából mindegyik oldal. De lehet még egy oka, hogy Pirosnak ez a musicales élmény, vagy érzet lehet a szövegíró. Így van, Stevanovics Dusán a szövegíró. Aki ugye nem csak musicalben ismer, tehát többek között ugye az LGT számomra a legkedvesebb dal, és ő írtad, ott van például a Padlás, ami az ő műve. Körülbelül 50 000-szer láttam most is, épp a Győri Nemzeti Színházban egy fantasztikus előadást láttam belőle. Úgyhogy amikor... Hogy sikerült le becserkészni, vagy nem is tudom, tehát hogy ez így hogy? Na. Az ember becsönget Dusához, igen, hogy azt mondja, hogy hello, nem lehetne öreg. Hogy? A fiával, Krisztiánnal, Stevanovics Krisztiánnal dolgoztunk együtt, ő a dalszerző ennek a dalnak, és ez egy ilyen nagyon sok közös gondolatból, és nagyon sok, tehát körülbelül egy hát szerintem majd egy évig írtuk ezt a dalt együtt, és közben valahogy a Dusán is belefolyt a dologba. De az a te ötleted volt, vagy a Krisztián ötlete volt? Vagy csak úgy alakult. Vagy írja apa. Igazából az alapján, amilyen gondolatok megfogalmazódtak bennünk, a Krisztián egy nagyon jó angol szöveget írt, és amikor azon gondolkoztunk, hogy ez hogy lehetne inkább magyarra fordítani, illetve egy magyar változatát írni, akkor jött a képbe Dusán. Én megmondom őszintén, hogy én nem tudok szöveget írni. Tehát, hogy ez sose volt az erősségem, a dalszerzésben tán nem vagyok olyan nagyon rossz, de a szövegírásban nem. Aha. Tehát nagyon tehát kell egy szövegíró. Igen. Dusán viszont eléggé jól tud. Tehát, hogy igen. Bizonyította itt az elmúlt évtizedekben. Rengeteg színházi munkád van, mint ahogy említetted, de ettől függetlenül talán az új dal kapcsán is, meg hát az eddigi megszületett dalok kapcsán készülsz egy koncertre is. Igen, december 30-án a Győri Nemzeti Színházban lesz egy saját önálló nagy koncertem, illetve a Győri Nemzeti Színháznak a művészeivel, tehát a zenekarral, a tánckarral, és Forgács Péter rendezi ezt a koncertet. Na most ez... Ez csak koncert lesz, vagy egy ilyen koncertdarab, vagy hogy kell elképzelni? Hát nehéz megmondani a besorolását. Tulajdonképpen egy beszélgetős est is egyben, illetve azért vannak benne nyilván olyan színházi elemek, ha már egy színházban vagyunk, amiket kell lenne kihagyni. Viszont a stílusában annyiban nem kapcsolódik egyébként ide, hogy ez egy swing jazz koncert. Oh. Ez a másik stílus, a swing jazz, az nagyon közel áll hozzám. Tehát akkor nem csápolós koncert lesz. Évek óta. Tulajdonképpen csápolós egyébként, hiszen vannak ugye nagyon jó tempójú szűnök, egy kicsit fel is szoktuk őket talán egy kicsit gyorsítani, nem nagyon, csak annyit, hogy azért ne veszítse el a maga struktúráját. És a saját dalaid is swingben meg tudnak jelenni egyébként? Tehát vannak ilyen átiratok? Van, ami meg tud jelenni, aha. Tehát vannak ilyen elképzelések átiratról, de próbálunk autentikusak maradni a stílusban. Hát inkább a klasszikusok. Aha. Hát Tomi, köszönjük szépen, hogy ilyen korai órán felkeltél, csak miattunk? Hát még van nagyon sok dolgom. Azért azon, hogy aki családapa, azt tudja, hogy a koránkelés az vele jár a dolgokkal. Hát akkor hajrá, köszönjük szépen, és további sok sikert neked. Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom. Köszönjük. Ciao. Sláger reggel. Mindjárt 8:30, 9:26. Benne most tudatosult, hogy Lóci ma szabadságon van. Ezt tudtad, Piros? Foltokban eljutott hozzám az információ. Jó. Ezek szerint neked nem adtam tovább. Semmi baj, az a szerencse, hogy Vastag Tomival beszéltünk az előző percekben, de aztán dumáltunk tovább, és még mindig itt van. Tehát még nem ment el. Hogy van nekünk egy ilyen rovatunk, hogy megzenésítünk az SMS-ek közül legalább egyet, hogy ez a nap üzenete, hogy ebbe beszállsz, benne vagy egy ilyenben? Mert persze. Akkor még egy 10 percet, 4 órád van? Van. Jó. Tehát egy jó kis jamzenélés. A két Tomi, mert a Turbo Tomi lesz az, aki gitározik, és akkor ketten énekeltek valamit. Lehet, hogy beszállunk mi is a Pirossal, jó? Jó, tök jó. Na ezzel megyünk tovább, rövidesen. Én majd csirregek, csörrögök, jó? Azt, hogy kell? Csir-csör.
Így. Olyan szép lesz. Annyira szép lesz. Alig várom. Csircsör. Ez nem csak. Ez a Sláger reggel. Szép jó napot kívánom mindenkinek. 9 óra 40 perc van. Hihetetlen izgalmak itt a stúdióban. Be is kapcsoltuk a videónkat, úgyhogy a Sláger FM Facebook oldalán élőben láthatóak vagyunk. Az izgalmat pedig azt jelenti, vagy az okozza, hogy ugye Lóci szabadságon van, Turbo Tomi szokott ilyenkor nekünk zenélni, de mivel itt járt Vastag Tomi, megkértük, hogy maradjon még néhány percre, és szálljon be a nap üzenetének megzenésítésébe. Szól az a mikrofon, amit oda tettünk eléd? Remélem. Háj, tökéletesen szól. Úgyhogy most fog kiderülni, hogy ki és mit írt, mi a napüzenete, Piros. Még nagyon korán reggel, amikor mi is túl voltunk az első sokkon, hogy igen, bederesedett az autó üvege, igen, ha pirgálni kellett. Ma reggel is igen, csúsztak az utak, szóval akkor szóltak hozzá hallgatóink a témához. Azt írta Epi, hogy nekem nem kellett az ablakot jégteleníteni, mert a sofőröm megteszi helyettem, és még ajtót is nyit. BKV-val közlekedem. Epi, ez annyira tetszett nekünk, mert a BKV az csak a vége volt, és igen, tényleg el nem tudtam képzelni, hogy van olyan hallgatónk reggel 6-kor, aki sofőrrel közlekedik, de már ébren van. Ki? Valami miniszterelnök? Vagy ki lesz az? Igen, sziasztok! Szeva, jó reggel! Szóval akkor a sofőröd mindent letakarított ügyesen. És kiláttál, persze, tudták, és oda az... megy, ahova én szeretném. Háztól házig visz. Persze, hát a házunktól 50 méterre én beülök, munkahelyemen kitesz. És jön is érted, nem? Tehát munka végén. És mindezt egy jegy áráért. Persze, egy bélet áráért, de meg kell fizetni a kiszolgálást, úgymond. Ne, teljesen igazad van. Fűtés volt, mert azért az is fontos, hogy ne fagyj oda a reggeli üléshez. Némi kívánnivalót hagyott maga után. Na, hát, oké, akkor a sofőrnek légy szíves, szólj legközelebb, hogy az ajtónyitás nagyon szép dolog, de nem árt, ha néha fűt is. És az a jó, hogy még utastársak is vannak. Hogyha meg is fizetek érte. Na, hogy és nem unatkozom, mert vannak utastársak is. Tehát... Elszórakoztatnak. Igen, igen, ők a személyzetem. Na figyelj, most megtudhatod, hogy a két Tomi, hogy és miként alkotott ebből egy dalt. Figyelj minket. Ez a nap üzenete a Sláger reggelben. Száguldunk, füstöl a radiál. Tömeg van, mindenki előre áll. Messze a végállomás, de a sofőr oly elegáns. Hát nagyon integetek, talán megáll. Rémes utakon egy kis félelem, megállónként alsót cserélünk. Felbőg a motor, eltűnik a sorsofőr úr, hát csak egyszer élünk. Minden repül a lomb, az erdő és a bérletem is a szélben. Nyílik az ajtó és leszédelgek, csoda, hogy ezt túléltem. Száguldás, BKV szerelem, száguldás, én ezt élvezem, száguldás. Száguldás, BKV szerelem, száguldás, én ezt élvezem, száguldás. Nagyon jó volt, gratulálok. Hát Epi, azt én hallottam, hogy te végig kuncogtad az egészet. Tehát a... Igen, igen, ezt nem bírtam feldolgozni, meglepett, ezt még a Cserháti is megirigyelni. Annyi van, hogy egy tök jó effekt volt benne az, amit te rányomtál ilyen. Na, kiadunk akkor egy közös lemezt. Simán, és ráadásul jó szövegíró, hogy ezt Vastag Tominak a figyelmébe ajánlom, aki néha. Jó, akkor összefogunk egy közös albumra, egy duetre. Oké, okay. Epike. Mindenképpen, amikor találkozunk a BKV-n. Jó rendben, és akkor cserélünk jegyet. Nagyon köszönjük, szép napot neked. Szia. Tomik, nektek is köszönjük. Mi is Frankó köszönjük. Volt, kafa volt. Nagyon szépen köszönjük. Szép köszönjük. Napot, jó utat. Még egyszer köszönünk Vastag Tomitól. Szia Tomi! Szia! Sziasztok, hello! Sláger reggel! 9 óra 54 perc van, megérkezett Somogyi Zoli, Szeva. Jó reggelt, hello. Jó reggelt! Képzeld el, meg a kedves hallgatók is képzeljék el, Buszos Ádám, aki rendszeresen itt van velünk, és már mindig hajnalban ő írja az első SMS-eket, azt írja most, hogy Pajtik, itt Újpesten valami csehszlovák abaházi és piros néha áthallik a frekibe. Ádám, innen üzenjük, szerintem túlmentél. Tehát ő tényleg búszkezett, én most éppen metrópótlón ül, de szerintem egy kicsit a csehszlovákul hát hallott. Nem csodálom, hogyha már nincs valahol nincs a kettesen Balassagyarmat után jár szerintem. Vagy valami időgépbe került, mert hát vagy cseh, vagy szlovák. Ja, az meg a másik, tényleg. Így. Nők a pult mögött, kórház a város szélén.
Nem? Ezek a régi csehszlovák sorozatok. Igen. Nem? Mind a kettő az volt. Safari. Nekem akkor az ment. Nekem a kórház a város szélén az megvan, mármint úgy tudom, hogy miről beszélsz. Nők a pult mögött nem. Az nem. Nekem rémlik, hogy volt ilyen, de hát nem, mondom, nem azt néztem, én a Safarit néztem, az még rémlik. Az a nyári szünetben, a szünidőben volt, reggel, az is csehszlovák volt, fiatalok, tehát egy ilyen ifjúsági filmsorozat volt, és a Bajmóci várban forgatták meg. Játszódott, ahol azóta voltam, és nagyon szép, meg főleg, hogy azóta rendbe is hozták. Nem emlékszem, hogy mi volt a sztori, tehát semmi nem rémlik, de volt. Hogy amikor te a nyári szünetben ezeket a sorozatokat nézted, ugye 7 év van köztünk, hogy én akkor mit csinálhattam, hogy nem tévét néztem, az biztos. Nem tudom, mert a bátyám, aki szintén 7 évvel idősebb, ő is nézte ezt. Illetve nem, akkor már nem mindig volt ott. Na látod. Ja, na látod? Jogos, oké, akkor megvan. Én továbbra is gondolkodom, nők a pult mögött, tehát eszembe jut a sakáltanya, eszembe jut egy kicsit. Ajaj! Az már egy egészen másik élmény. Korszak. Hát ők is nők a pult mögött. De ők a pulton. Nem sakáltanya, az már inkább a pulton volt. Néha felmentek a pultra is, de hát nem lehet a filmnek a címe, hogy nők a pult mögött, és néha a pulton. Jaj, nem bárpult? Hát milyen? Nem. Kis közért, igen. Aha. Igen. Arról meg lenkenéri jut eszembe. Igen, egyébként nagyjából pont hasonló kép, kivágással, köténnyel, vagy köpennyel, vagy mivel, így. Hát ha van hasonló élményük, írják meg, Zoli fogja olvasni innentől kezdve az SMS falat, mi majd holnap, és további kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek. Holnap reggel 6-kor jövünk. Az új reggeli műsor. Sláger reggel. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. 103.9 Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.